viszonylag hosszú ideje húzódó ügy, és társasági adó támogatási lehetőségét kihasználva most valóban reális esély kínálkozik arra, hogy egy nem is csak alapvetően tornaterem, hanem egy kis sportcsarnok fölépítését meg tudjuk valósítani. Ennek a tervei elkészültek, ezt már korábban be is mutattuk, és ugye majd az a fontos körülmény kell, hogy teljesüljön, hogy az ehhez szükséges TAO forrásokat össze tudjuk szedni. Remélem, hogy ennek nem lesz akadálya. És itt a projekt kezdeményezője nyilatkozata szerint nem is igényli a város önerejét, tehát hogy ezt megoldják enélkül. Ennek őszintén örülök, és nagyon remélem, hogy a következő évben valóban hozzá tudunk látni ennek a fejlesztésnek a megvalósításához. Egy 1728 négyzetméter nagyságú terület szükségeltetik ennek a tornateremnek a megépítéséhez. Polgármester úr, tisztelt közgyűlés, két kérdésem volna. Az egyik az éppen, ha már a Klikket megkérdeztük, akkor az intézmény igazgatóját is megkérdeztük-e a tekintetben, hogy ő mit szól a kialakult helyzethez. Nyilván a kérdésemben azért az megfogalmazódik, hogy egy picit ilyen összvérhelyzet alakulott ki, tehát egyik oldalról örülünk, másik oldalról pedig, és a kérdésem másik része, hogy későbbiekben az intézménynek kell-e majd fizetnie bármilyen díjat azért, hogy ő használja ezt az egységet. Köszönöm. Az intézménynek nem kell fizetnie, ingyenes használatban kapja, tehát a diákok is használhatják nyilván ezt a létesítményt. És hogy megkérdeztük-e képviselő urat? Tehát, nem tudom, vagy 10 éve biztos rágja a fülünket azért, hogy mikor épül meg az Epreskerti Általános Iskolában a tornaterem. Úgyhogy olyan hatékonyan rágta a fülünket, hogy nem is tornaterem, hanem kisportcsarnok épül egyenesen az Epreskertben. Úgyhogy de esetleg a hozzászólásában képviselő úr elmondhatja majd a gondolatait. A felszállásom előtt azért végeztem egy nagyon rövid kis statisztikát. 22 éve várok erre a napirendre, és körülbelül, ahogy számoltam, olyan 5000 napirendet tárgyaltunk át együtt ez idő alatt, ezért engedjék meg, hogy ez legyen az a napirend, amelyik az egyik legkedvesebb számomra. És talán a felszólásomban inkább a köszönet dominál, mert szeretném megköszönni mindenképpen a Kosárlabda Akadémiának, hogy fölvállalta az utánpótlás ügye mellett az Epreskerti Iskola tornatermének megépítését is. Illetve ugyanez a köszönet illeti az Országos Kosárlabda Szövetséget, amelyik lehetővé teszi egyáltalán a pályázat beadását, és bízunk benne, hogy a pozitív elbírálását. Ugyanakkor köszönet valóban az előkészítés folyamán, hogy a tervdokumentáció, ami több száz oldalas egyébként, ebbe betekinthettünk, és példamutató egyeztetési folyamatok zajlottak az iskola és a tervezők között, hiszen elmondhattuk a véleményünket, javaslatunkat, például a kosárlabda palánk technikai mozgatásánál éppen a mi javaslatunkat vették figyelembe. De nyilván köszönet a debreceni tankerületnek is, hiszen a mellékletben benne van a nyilatkozat. A debreceni tankerületi központ természetesen az én nyilatkozatom alapján is, hiszen tőlem is bekérték ezt a nyilatkozatot, amelyben én is jeleztem, hogy az iskolánknak a közoktatási szakmai feladatok ellátásánál nem szükséges az adott terület. Itt egy olyan 1701 néhány négyzetméterről van szó, ahol az iskolánk területének körülbelül 1/10.